Csácsúcsolt ezt a csokoládé szaosztó gyerekek, üdv a csatornád, Keeper megérkezett a következő, mit mutogatok itt össze-vissza, olyan furcsa, hogy van fészkem. Következő Farming Simulator 15-ös, 25-ös, akár ágyas videóval, amiben az időjárási tényezőket fogjuk megvizsgálni, mivel elég érdekes dolgok vannak, maradjatok itt a legvégéig, a legvégén a hurikánt is tesztelni fogjuk, hogy mit fog velük csinálni, Úristen! Na, gyerekek, hát de kitaláltam egy sztorit, ami nem lesz más, mint hogy mi a városgazdálkodásnál dolgozunk, és van néhány feladatunk, hogy már ne legyen annyira sablonos teszt jellegű ez a videó, hanem valamennyire legyen egy ilyen koncepció is, úgyhogy gyakorlatilag itt vagyunk a városgazdálkodásnak a telepjein. Hoztam néhány járművet, amit ki fogunk próbálni. Először is, amit meg kellene csinálni, az nem más, mint ez a gyönyörű fent, annyira jól néznek ki ezek a járművek, már nézzétek, már a rugók, baze, a rugók is ki vannak dolgozva szépen, meg ezek a kerekecske, gombocska, erre fut a nyulacska, képer beül a fentecskébe, aztán már csapja is neki, Úristen, még ezek a sok műszeretség, na figyeljetek, én tudjátok, hogy hogy szeretek menni, egy tömpömattal elindulunk, és akkor olyan, mint a kézigázzal szépen bennék, ugye adagoljuk neki okosba, aztán akkor így lehet így szépen növelni a gázt. Ezt szerintem egyébként mindenki használja ezt a tempomatot, nem tudom mennyire szoktátok, sokan egyébként csak arra használják, hogy lenyomják, és akkor A pontból B pontba ugye el tudnak jutni könnyen, de szerintem sokkal finomabban alagolható a gáz, hogyha esetleg nem kormányja a játszó. Gyerekeket, nem látok semmit, előre kéne hajolni, ilyenkor lehetne egy ilyen előrehajolás gabnál. A szépen okosba kifordulunk. A legelső feladat, amit meg kell csinálni, Walter öregapánknak le kellene takarítani a területét. Így maszekba, jó van? Oké, gyerekek. Maszekba letakarítsuk a területet. Az itt van nem messze egyébként, azt megyünk, meg gyönyörködünk a tájba. Hát most ugye december van, dél környéke, és mégis ilyen eléggé borús az idő, de nem baj. Ugye? Sajnos van, hogy 3 évet kellett pörgetnem azért, hogy normális hó legyen. Úgyhogy mindenképpen gameplayen kívül akartam ezt így megoldani. Remélem, hogy ez így Jó lesz, remélem nem fog elolvadni a hó addig, amíg végzünk, de talán nem. Na gyerekek, csapjuk neki, kíváncsi vagyok, hogy van a hónak a fizikája. Egyedül a sószórót nem vettem meg, igazából nem tudom mennyire van relevanciája konkrétan, meg mennyire érdekes, gyakorlatilag magával a műtrágya szóróval tudsz sót szórni, meg műtrágyát is. Úgyhogy annyira nem egy nagy kaland. Jó néznek ki ezek a havas tájak. Pont próbálgattam egy ilyen shader pack-ot, amivel így lehet, tök jó, hogy előznek a kocsik, nem? Lehet módosítani még a grafikán, hát nagyon epiket ki lehet belőle hozni, hogyha gondoljátok, akkor csinálok belőle egy ilyen tutoriál jellegű videót, aztán akkor így meg tudjátok nézni. Hát mi van itt a gyerekek? Eladtam a kombányt a vágóasztal, meg ott rohadt meg. De várjátok, itt köllere. Okosba letolni a területet. Hát akkor nézzük meg külső nézetben mindenképpen, hogy ez hogy fog működni. Na, erre rohadtul kíváncsi vagyok, de mindenképpen egy ilyen tempomat. Tempomat 3-ba elindulunk, aztán akkor meglássuk. Ó, jó, van ilyen jó kis animációja. Gyerekek, hát ez csodálatos dolog, úgy látom. És pazar rendesen kéri az energiát a gép. Nem egy túl nagy traktort hoztam, kíváncsiságból, hogy vassze. És ezt rendesen össze lehet tolni, és akkor gondolom ezt fel is lehetne pakolni pótkocsira, hát az jól meg van csinálva. Oké, szemben mutatom gyerekek. Gondolom már írjátok, hogy hát nem jól mutatod. Úgy, azt a bőtjár, mekkora kupolcot ide csettintettük gyerekek. Lehet, hogy hómaró kellene, vagy fölpakolni ilyen helyeken, nem? Fel lehetne pakolni ugye pótkocsira. Gyerekek, hogy egy helyre kéne tolni, utána meg hozunk egy rakorógépet, azt föl... Hallod, ez kéri az energy, tehát nem akarja tolni rendesen. Tauni... Azta! Hát rúg rendesen a gép, gyerekek! Hát igen, egy kicsit... Ja, nem olyan rossz. Próbálkoztak az engine határait teljesen kitolni. Ó, jó. Meg jól néz ki, ahogy letoltad utána, ilyen fényes marad, ilyen nedves. Tényleg olyan, ilyen fagyos. Fagyos a cucc. Lehet, hogy ugye érdemes lenne tényleg sózni. Ugye egy kicsit letologatom még. Kitoljuk az... Gyerekek, próbáljuk meg már, kitoljuk az útra, akkor mi fog történni?
Látok egy belső nézetbe azt a betyár, hát az jól néz ki, gyerekek. Ki kéne durrantani az útra azt, megnézni, hogy mi fog akkor történni. Ja, meg a hóba való fizikára arra nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy most itten fölmászunk a hónak a tetejére. Hát az a baj, hogy jó szar idő van. Aha, ez tiporja szépen. Hát ez így jól néz ki, ez jó. Ja, hát az izé animáció, amikor tolod, az egy kicsit olyan fura. De viszont ez a hóba keréknyomok, ezek jók, ezek tök frankok. Na, kitoljuk az út, jó néz ki, ez várjatok gyerekek, hát meg kell nézni közelebbről. Most úgyis ez egy ilyen teszt videó jelleg, aztán akkor már lássuk meg, csodáljuk meg a csodálatos dolgokat. Jó néz ki gyerekek, nézd már meg. Szépen ilyen ki van fényesedve, ahogy kitiporta. Szerintem első osztályú, nem gyerekek? Bocsánat, kicsit kettyeg a székem. Na most megnézzük, hogy ki tudjuk-e tolni az útra. Jó, és tök jó az az aszfalt, amikor így ki van fényesedve tényleg. Na, járókelők elé betolom, biztos örülök neki. Hómarót is ki kell próbálnunk mindenképpen. Azt a betyár, itt ez rendesen kéri az energy gyerekek. Aha, szerintem az útra nem tudod kitolni konkrétan. Az útra nem tudod kitolni, hanem így gyakorlatilag itt tehetődik. Hát akkor ezt most jó bejárathoz ide tologatom, nem srácok? De lehet, hogy kellene egy nagyobb gép. Nem gondoltam volna, hogy ennyire kéri az energiát. Hú, viszont marha jól néz ki. Ez tetszik. Ez tetszik. Mármint az tök jól néz ki, amikor utána le van tolva, és ilyen tök jó fényes. Várjátok, egy belső nézetben, egy akkurátusan most ezt szeretném letologatni. Figyeljetek, jó, hozzuk a homorót, azt majd az eldobatjuk, jó? Az aszfaltos részeket én letologatom. Igen, és kitaláltam még valamit, lesz majd még valami. Ha már nem erdőgazdálkodás, hanem városgazdálkodás, akkor nem tudom nálatok mennyire divat, aki faluban lakik, annak lehet, hogy igen, hogy van ilyen szociális tűzifa. Szociális tűzifa kiszállítás. Hát azt is fogunk csinálni, a gyerekek, lemegyünk az erdőre, azt hozunk az öreg Walternek a kis szociális tűzifát. Bazen, ezt ki tudom vágni, ezt az erdőt majd nem tudnám. Na, majd meglássuk, hogy mi lesz. Maximum majd az önkormányzathoz betelefonálunk, hogy vegye meg. Ezt direkt ide rakom, azt megnézzük majd a hómarót is, hogy ez is hogy működik. Tök jó. És szerintem szárad. Szerintem szárad, mert most már nem annyira csillogó. Nem tudom ez, hogy van. Az útra pont oda kell tologatnom, nem? Ugye nekik ezzel lehet lenni? Nem, mert ott a nap, arra csillog. Oda nézzetek, milyen jól néz ki. Figyeld, milyen... Most őszintén, hát ez egy ilyen... És nem azt mondom, hogy fotorealisztikus, de hogyha földobsz rá esetleg egy ilyen filtert, akkor tök ilyen hihető. Főleg nekem nagyon tetszik. Ez az aszfalt, ezt most nagyon eltalálták, nem? Hát, de jó. Jó, oké. Megyek, csinálom. Valami ízeje, formája legyen gyerekek, valamit dolgozzunk is, normálisan. Öreg Walter, mi újságban megfázom, egyébe hozz egy kis pálinkát, valami legyen veled. Agyád úristenét. Jó, de pofázzál, vigyel meg lesz. Kapsz egy olyat, takony meneted vág a nyakadra. Öcsi, mennyi hóva, mi az anyámat csinálok? Megmondanád, Walter? Én meg azt hittem, hogy nem elég nagy a hó. Mondom, biztos nem lesz jó, nem fog működni normálisan. Erre meg mi van itt, gyerekek? Fönforgás. Betolom az udvarodba, rigyel. Így kölyizéri. Fogadni a vendéget? Se puszi, se pálinka. Hát ezt izé, fötolom oda. Öcsi, mekkora hókupacokat csináltam, én balfasz. Jaj, nem akartam csúnyán beszélni, bocsász. Töcsém, itt rendesen ide, rendesen meg van tübedve ez a gép. Ide körülött volna valami nagy dög. Hát nem gondoltam volna, gyerekek. Hóeltakarítás vagy ez erre. Aha. Na most ez így jó. Ez már le van pucolva úgy, ahogy. Öreg Walter! Veled aztán meg vagyok idejöve.
Meg vagyok áldva, itt egy kicsit letologassuk. Az az igazság, hogy ugye nem érdemes olyan nagyot fogni, mert konkrétan a másik oldalt megizéled. Másik oldalt, meg ugye ki nyomja. Oké. Okay. Ugye valami lesz. Egyébként rohadt életű, nagyon jó. Hát ezt én nagyon-nagyon élném, hogyha az lenne, ugye, hogy rendes játékot elkezdjük, és akkor télen lennének ilyen munkák, hogy el kell takarítani a havat, meg ilyesmi. Ez nagyon jó. Meg ilyen letaposott részek, ilyen kis kupacok vannak, az is tök jó. Meg tök jó, hogy fel van fényesedve. Srácok, hát itt van meló bőven. És megtoljuk arra egy kicsit. Hát azzal nem lesz megelégedve az öreg Walter. Vagy lapáttál, dobod a maradékot. Ne dubáljál. Remi ez. Egyébként miért ülök én egyik irányba csak? Így el vagyok csúszva, nem? Próbálom helyezkedni magam, most nagyon-nagyon furcsa, hogy nekem van fészkemem. Aztán azt is kell itt adjusztálni a képernek. Egyébként nem nagyon széleset tud fogni ez a tolólap. Ami elég élethű is, de azért el lehet itt mókázgatni, lefetologathatod. Nem lehet ezt... De! Lehet állítani, de! Gyerekek, oda nézzé! Hát lehet állítani! És akkor ugye csak bal oldalra dobhatod, és akkor úgy mész. Jaj, de jó! Hát béna volt a keeper, bocsánat gyerekek, de most már legalább tudja. Ez nagyon jó! Ez nagyon full. Hát ezen elcsodálkoztam most. Megmondom a fankót. És akkor így, jaj, de jó. És akkor így tudod normálisan pucolni a területet. Ha figyeljetek, megyünk egyet. Oda dobatjuk a kerítéshez neki, ott jó helyen lesz. Na, itt megyünk egyet, jó? Hát vagyok itt a háza előtt. Tikol előtt. Tikokhoz tudjon hozni kaját. Lapát kellene gyerekek, lehetne dobni a izét a... Na, jó van. Kéri az energit, hallod, úgy szenved a gép, mint az állat. Ide, izé, házúrolába betolom, jó helyen maradt neked. Hú, és igen, és a kövem ugyanúgy látszanak a keréknyomok. Hát jól néz ki gyerekek ez a játék, nincs itt nyitva az ablak, kupámra gyűne, az a hideg. Gyűne kupámra a hideg. Szerintem elmondom nektek, hogy nem tudom, de nagyon szenved. El se viszi. El se viszi! Jaj! Csak jó ár! Na, hát egy kicsit néha így. Az engine az szömböd. De szépen lehet itt takarítani. Jó, a keeper kitalálta az ő végére, hogy ne tudod fordítani ezt a valamit. Ház elé pont oda tologatom. Na majd figyelj, hozom a izét, a homarót, azt fölöbatom vele izére, háztetőre. Föveretem vele. Az mekkora lesz? Vagy oda be a izéhez, be a kiskertbe. Az összes havat, ami így megmarad. Hát. Jó van, már el tudsz jönni a tikokhoz. Fú, hely. Le a kalappal, le a kalappal. Sok emberrel beszélgettem. Többek között videós társakkal is. Kérdezgettem őket, hogy mennyire tetszik nekik ugye a Farming Simulator. 25, és mindenki azt mondja, hogy ez most egy elég nagy ugrás volt. Ez most egy egész... Rúgunk minden isztó. Elég nagy ugrás volt. Farming Simulator 19, 17 és 22 között nem volt olyan nagy változás. Még nem éreznek olyan nagy változást, mint most a 22-ben. És ez nagyon kellett a sorozatnak. De érdekes, mert olyan kommentet is kaptam itt a komment szekcióban az egyik videóm alá, hogy ugye mi dolgoztak 3 évig ezen, meg hogy igazából nem látja a különbséget. Én eléggé szkeptikus vagyok, mindig próbálok belekötni a különböző játékokba. De én úgy érzem, hogy most ez a rész ez nem lett rossz, srácok. Higgyétek el, hogy én aztán biztos szaráfikáznám.
Hogyha úgy kell, úgy érezném, hogy nem jó. De én úgy érzem, hogy ez egy jó játék. Igen! Amikor így vigyorgok, akkor az... Az nem véletlenül van. Mindjárt jövök be, az a benobatom, hallod? Benobatom a teraszra. Az lesz, srácok. Hómaróval. Azt kipróbáljuk a hómarót. Meg van ám itt még meglepetés, úgyhogy lesznek érdekes dolgok. Várjatok még. Ne kapcsoljatok át. Mert a városgazdálkodásnak ugye az is feladat, hogy az utakat tisztán tartsa. Hogy különböző... Hát, el sem mondom, hogy mit hoztam még nektek gyerekek ide. Remélem, hogy ez nem gond, hogy most ez nem egy ilyen koherens gameplaybe, tehát nem egy sorozat részeként nem gazdálkodunk éppen, hanem kipróbáljuk a játéknak a különböző, hogy mondjam, aspektusait. De úgy gondoltam, hogy ez még mindig belefér, hogy inkább tesztelgetünk, mint hogy elkezdünk játszani, úgymond idézőjelesen komolyabban. Ó, de jó, hogy ezt így lehet állítani, és ezt menet közben is tudod csavargatni, nagyon jó. Hát ide aztán ide tóltam, hogy sem egy nagy döeder kupacot. Na figyeljetek, itt a maradékot meg mindjárt bedobatjuk. Egy utat itt azért tolok neki, hogy ki tudjunk menni, vagy ki tudjon menni. De azért már itt ez jó, és ez tök jó, hogy van ilyen, ilyen talaj, hogy ilyen kavicsos. És rendesen deformálódik, ez bőszme jól néz ki. Nagyon bejön. Na. Belső nézet meg szerintem eddig minden visz. Az összes farminghoz képest. Na nyomjuk neki gyerekek, nyomjuk neki, itt egy utat csináljunk. Az az. Hú, most megláttátok, ott szembe áll valami jármű. Azért kapcsolódik a sztorihoz. És éppen bel van a kocsmába, jó? Úgy kell elképzelni. Na nézzük. Jó, van itt már ki lehet gyűri, ugye? Oké. Okay. Nagyjából el van tologadva. Visszamegyünk. Visszamegyünk most már nyílgázon. Közben iszok egyet, mert ki van száradva a szám. Ferika úgyis mindig azt... Mutkó mondta, hogy hogy tudok ennyit beszélni, hogy nem szárad ki a szám. Most bedobtam egy bombát, e. Jó, megyünk vissza, hozzuk a következő gépet, kipróbáljuk a hómarót. Ez miért? Mi ez a csúrgás? Ez ennek a pataknak a hangja? Az a baj, hogy az útakor ugye nem marad, nincs hó. Ez így el van takarítva. És a földútakon sincs hó sajnos. Mert először én azt terveztem, hogy egy ilyen földút takarításos műveletet fogunk csinálni, de hát sajnos az nem sikerült. És így manuálisan is tudod állítani egyébként ennek a magasságát. Ajjajjajjajjaj. Várjatok, ezt le kell halkítanom, mert... Sőt, ez lehet, hogy ide félreállók. Ezt a telefonomat meg lealkítom, meg elnézést. Hogy itt csiporogtunk. Ez mi volt? Mi volt ez az órás? Ti hallottátok? Oké. Okay. Visszük a hóbarót. Kipróbáljuk ezt is. Megpróbáljuk, elvileg ennek is lehet állítani, hogy belre dobja. Jó. Mindenképpen be fogjuk dobatni vele. Eléggé változatos traktorokat akartam hozni, ő ez például egy Zetor ugye. Már csak azért, hogy kipróbáljuk ezt is, azt is. Szerintem itt szívrólomot kaptak, itt elmentem mellettük így. Nem azért is mit lehet még állítani. Nézem. Mária. Csak a kidobásnak az irányást és magasságát lehet. Hát beszóratom a kerbe. Kis kerbe be lesz szorva neki, hallod? Aztán be se tud benni a házba. Walternak a fejére fogom szórni. Ja? Hallod, a pólóba mászkálnak a nénik. Azért van itt egy kis nem túl autentikus dolog. Látta, de izében volt, rövid ujjúban volt a néni. Ezt nem is figyeltem eddig. Akkor nem igazodik a... Az évszakhoz a ruházatuk, vagy pedig itt meg még kabátban vannak, úgyhogy egy semmit. Ezt ki kell itten marnom mindenképp, mert csúnya világ lesz. De össze bevegyünk, azt megnézzük az öregnek. Be tudom majd dobatni a... Figyeljetek, itt, amit itt hagytam, az kapásba lehet, hogy megpróbáljuk. Tök jó, hogy kikerülnek, imádom. Ugye ezt be kell kapcsolni, le kell engedni. Be kell állítani, hogy hova szórja, hát arra jobbra.
Megy a kis kerbebe, bazza, izé. Cunmó, hallod be az ablakon. Gyerekek, a homaró lehet, hogy egyen jobb. Na azt nézem, hogy a homaró, ahova szórja, ott nem gyűlik a hó, hanem ezt így gyakorlatilag, mint hogyha eltűnne. Úgyhogy nem nagyon érdemes tologatni, bár ez valószínűleg egy lassabb dolog. Hát szenved vele, mint a Pilátus macskája, öcsém. Na, induljunk meg. Lehet, hogy magas. Nem akar megindulni, gyerekek. Itt valami fönforgás van, egy lendületet veszünk neki. Azaz, ha az oldal állak, csak úgy zuhagyjon. Hát lehet, hogy egyébként ez a traktor, ez egy határeset. Elvileg ugye az izé az megvan neki. Hoztam egy az ablakra, bazzeg! Figyelj, tesó! Hát mondjuk ez a hó se kicsi itt, te. Meg az a baj, a terület se túl egyenes, amit szenved. Be a teraszra, bazze! Úgy látom, egyébként érdemesebb hómarózni, bár lehet, hogy egy nagyobb traktorral jobb lett volna, mert az gyakorlatilag, mint hogy eltüntetné a havat, de majd mindjárt megnézzük máshol. Ó, hát ezzel lehet szépen pucolni, hallod? Walternek az a fejére, hallod? Öregnek a fej... Tata! Kapod, bazze! Zöleg! Kicsit kapta izét a fősztöt, mi? Itt meg be akarok a kapuba, még az hiányzik nekem. Öcsém, hallod? Ez rendesen megfogja a gépet, meg... Ó, emeljük fel, vagy valami legyen velük, mert mozdulni nem tud, szerencsétlen Zetor. De az öreg Tatának, figyeld! Kapja meg én. Hát ez nagyon jó, ezt imádom. Ez kicsit lőjjebb, most beállítom, most olyat a nyakába zúdítok, megboloddul. Ezt figyelj, tetsző. Ha, megmarad, ott a hó, hallod? Ott a hó. Ide kéne hordani, azt betevetni az öreget, apám. Hóvárat lehetne építeni. Megmarad, azt a begyár. Tata! Tata! Azt, bore! Ez nagyon jó! Ez nagyon jó! Öcsém, ez... Ezért érdemes volt kipróbálni, ez gyerekek! Ez nagyon jó! Ez böszbe jó volt! Az a gyerekek, ez a traktor, ez egy gyenge, mint a harmat. Ezt meg kell hagyni. Az öreget, öcsém, várjatok. Tatát apám, beizéltük, behovasztuk rendesen. Mi van öreg, de jó? Mindez szuper? Kalap egy kicsit, majd lelöpít a fejedről, mi? Na gyerekek, megyünk a következő műveletre, ami nem lesz más, mint egy tipikus erdészeti gép szállítása, és elképzelhető, nem térképeztem fel szándékosan a területet, lehet, gyerekek, meghozták az erdészethez éppen ma ezt a fakitermelőgépet, és ezzel a kamionnal kellene elszállítani, hát hogyha nem sikerül és nagy hó lesz útközben valahol, akkor el kell takarítanunk, úgyhogy ez lesz a projekt. Az öreg szerencsétlen, na. Kimegyünk a időbe, dög. Azt a bőtyár, gyerekek, hát ezt már most... Imádom. Hú, Isten, mi ez, gyerekek? Mondjuk, mert jön egy autó. Ilyen nagy ívbe kellett fordulnom. Ez az. Itt a izé megjött a... Kombigolf-szerű akármi. Ventó elejével. Ez az, jó, akkosba megyünk. Figyelj! Minden szuper. Finoman megyünk, finoman. Nem kapkodjuk el. Hát ez kell a gyerekek ide! Sajnos a fények nem az igaziak most. És akkor el kell vinnünk az erdészethez. Meg még ráadásul még kell majd valamit csinálni. Egyébként a folyó úgy látom nem fagy be. Meg ott ilyen vizek valószínűleg nem fagynak be akkor. Van egy pillantás.
Itt kell ugye elmennünk. Az erdészet fel. Ott van a rövid, rövid pólós csaj. Ez bírja a hideget, öcsém, forró vérű. Forró vérű a leány. Na várja, itt kéne bevenni okosba. Mondj. Azt a bötyár, gyerekek. Hát az egy kicsit nem volt jó az a forduló, mert a, nem csak az öregnek a lorrát csapjuk le, de ezt az oszlopot is. Úgy gyerekek, rendesen csúszik a vördől. Menjetek innen el. Ki kell menni. Azt a... Gyerekek úgy tolja az elejét, mint az állat, halod ebbe a hóba. Lehet, hogy el is fogunk akadni. Gyerekek, hóra ne menjünk rá, mert ott, ott nekünk a végünk van, mind a botnak. Itt kellene mennünk, szerintem beállítom egy ilyen 20-valamennyi tempomatra, azt így végig csapjuk, sőt ez is sok. Egy 20-szal okosba. Ah, ez jó! Remélem, hogy nem akarunk el, be kell vinnünk a izéhez. Nyilván nem ezzel fogjuk vágni a tűzifát. Ajjaj, ajjaj. Gyerekek, szenved a gép rendesen, de rohadt jó. Jó, hát tudom, nem a lengyel pályához nem annyira autentikus, de most nem ez volt a lényeg, meg ez egy ilyen retro Mac kamion, ugye? Ó, imádom, imádom, nagyon jó. Erre kell elvileg menni, remélem, hogy jó fele vagyunk. Tök jó ez a trailer, amivel tudjuk itt szállítani. Kíváncsi lettem volna egyébként a hóba el akarja, lehet, hogy bele fogok menni most itt a hóba. Esküszöm, srácok. Sőt, nem, még egy kicsit... Figyeljetek, próbáljuk meg belemenni. Ajaj! Ajaj! Gyerekek! Nem volt jó ötlet. Nem volt jó ötlet. Mennyi? Úgy gyerekek, ez nem. De, menj! Jó, vissza kell tolatnunk. Ez jó. Jó, van fizikája, úgy látom a hórak rendesen, frankon. Ide izékeled volna a terepgumig, vaze. Ki snowrunner! Menj ma! Fasz, én nem gondoltam, hogy ennyire vál! Na! Úgy gyerekeket, ezt megszívtuk rendesen! Úgy látom, mint a torkos volt, az megpróbálok egy keret... Jussunk innen! Menj! Azt a bőtjár gyerekek, hát most aztán se előre, se átra. Most aztán körülött ide begyűlőbre kell. Na. Na. Gyerekek, vissza kell tolatnom a fődútra, vagy nem tudom. Hát beálltunk a hóba, mint a gerej. Ez az. Menj! Kéne egy lapát, bazza, vagy valami csoda. Na! Jó prac! Nem bírom! Úgy gyerekek, jó van, nem szabad bejönni a hóba. Ez tök jó, mert ilyen, akkor ezután kell figyelni. Megpróbálom visszatartni az útra, nem tudom, hogy mennyire fog sikerülni. Lefele se nagyon akar ez menni, úgy látom. Baszicus, meg lehet, hogy meg se kellene volna állnom. Jaj, ne! Lefele mennyi, le se szállok a gázról, komolyan. Elvesz. Na, induljunk már meg. Gyerekek! Hát ez egy kínlódás volt. Töcsém, nem szabad belemenni a hóba, mi volt ez?
Hát ez a téles. Hát nagyon meg van csinálva a játék, aztán aki most komolyan mondom, én leszek a legnagyobb hívernek a játéknak, és aki... Várjál már? Azt de jól néz ki! Komolyan mondom, a beltér, az SnowRunner szint. Sőt, übereli. Rohadt részletes. Nézzétek már meg azt a sok kapcsolót, meg mindent. Hát ez böszme jó. Ah. Én leszek a legnagyobb harcosabb az ezután a farming szimulátoroknak, komolyan mondom. Hát ez brutál, nagyon tetszik, nagyon meg van csinálva a gyerekek. Itt volt egyébként egy alternatív vonal, mi nem azon mentünk, hanem ellen. Nem sokára ott vagyunk, jó lesz ez. Itt van egy izé, van ez egy földes út, remélem az is le van tolva. Ivárnivaló. Aha, meg ezek a hidak! Ezek is nagyon adják. Ferike mondta, hogy őnek nagyon bejönnek ezek a földes utak, ugye a földek között. Hát nekem is. Nekem is böszve jó. Itt van egy? Van itt egy izé út. Havas! Havas, Henrik! Na gyerekek! Adjon neki, Bore! Adjon neki, fogd meg! Ne bazza. Jó, ez itt. Várjátok gyerekek, ide köl valami köl. Lekötóni. Lekötóni gyerekek. Bazza, hát végén még ide kell itt. Hú, eltakarítása, nem fogunk tudni elvenni. Ott, hát ez ekkora cool! A gyerekek, megyünk ám, veretjük neki. Hát figyeljetek, hogy a falugondoki munkákat így elvégezzük. Városgazdálkodás. Oda nézzetek, rendesen kitiporta a izét. Még ugye itt az útat is. Mondja, komolyan mondom, írjatok véleményt, nagyon kíváncsi vagyok. Hogy mit gondoltok, hogy mennyire jó. Szerintem nagyon jó egyébként. És arra vagyok kíváncsi, azt le tudom-e tolni tényleg azt az utat, és el tudok utána menni. Akkor így a kanapomat megemelem az egész előtt. Hát ez borzalmasan adja. Itt van a íze fahidunk. Még hát ez a belső rézet, csörög, zörög, öcsejbe, nagyon. Na gyerekek, ott van, mindjárt odaérünk. Nagy gázza, mert ez a traktor, ez nem a legerősebb. Leketóni. Neked akar itt az utat, vázza, mert izei van. Problematika. Na mi van? Megsüllyedtél? Ej, more. Na várjál, majd kitolom mindjárt. Valami lesz. Valami lesz itt majd. Várjál, jobban el kéne rönteni, ez az? Küldjük neki. Ez az! Hadd rotyogjon! Hadd rotyogjon! Gép azért küzdám, öcsém, mint disznó a jéger. Jó, meg vagyok véve gyerekek, öcse, még jobban eldöntöm, inkább szórja ki oldalra, elonsz, csak annyi, hogy a kamion férjed el, jó van, tisztul, oké, azt itt végigjövünk, azt nem sokára ott vagyunk gyerekek. Jó van, tiszta úton megyünk, csak ebben a hóba bele nem megyünk a bal oldalon, mert akkor baj lesz. Kalandok, gyerekek, kalandok! Jó van. Franco gyerekek, Franco Nero. Ja, itt az aszfaltos útra kiérünk. Jó van, semmi gond. Ide kitoló oldalra, vigye egy kikapata, vagy egy kicsit balra. Az így. Oké. Okay. Felemeljük. Szóljunk vissza gépér. Na. Most próbáljuk meg. Tudd neki! Rúg mind a disznó a jégen, more! Hello, azt megyünk! Úristen, annyira élethű egyébként. Aha. Kicsit szélesebben kellett volna tolni, kicsit ráére szerintem a kerék. Jó az.
Lendületben az ország. Kicsit van jobb oldalt, maradt egy kis hó. Arról rámentünk, nem baj, lendületből átvitte. Menj a francba. Mekkora feelingje van ennek a játéknak, gyerekök? A havat Tony, bazd, a legjobb dolog a játékban, komolyan. Lendületből kimegyek itt. Nem gyűjt semmi. Egy kicsit szenvedés volt ezt kiúzni, de annyira jó a fizika, gyerekek, jó a fizika ebben a játékban, hogy rohadjon meg. Jó, itt megyünk be ugye jobbra a telepre. A kurvaza. Kurvza. Jó van. Ez ilyen freudi elszólás volt. Csak ne jöjjön a vonatba ez. Oké, gyerekek, megcsináltuk ezt is, testvéreim, az úrba. És tudjátok mit? Ez egy kicsit hosszúra sikeredett ez az egész projekt, szerintem. Meghoztam az equipmentet, meghoztam. Hogy a következő részben innen folytatnánk, srácok. Csinálnánk egy olyat. Kimegyek innen, mert olyan hangzavar van. Csinálnánk olyat, hogy folytatnánk ezt a projektet. Az erdőgazdálkodást, vagy nem az erdőgazdálkodást, hanem ugye a városgazdálkodási projektünket. Még van feladat, amit el kell végezni, és... Ja, szerintem az lesz. Innen folytatjuk, gyerekek. Köszönöm szépen a figyelmet. Remélem tetszett. Szerintem jó. Írjatok véleményt nyugodtan. A következő részben el fogunk jönni mindenképp ugye egy kis fire. Viszünk ki egy kis önkormányzati segélyfát a rászorulóknak. Stillel szépen kis traktorral minden. Meg esetleg még lehet kitalálok még valamit hozzá. Mi az, amit szeretnétek látni esetleg? Úgy fogom tervezni. Na, kösz szépen! Jók legyetek! Sziasztok!